Mielőtt felolvasnám a karácsony történetét, először lenne egy kérdésem a gyerekeknek, vagy a gyerekekhez. Mi kell ahhoz, hogy igazi ünnep legyen? Na, mi kell ahhoz? Nem kell semmi. Hogy ünnepeljük. De hogy ünnepeljük? Mi kell ahhoz, hogy jól tudjunk ünnepelni? Az, hogy... Hú, nehéz kérdés. Mi kell ahhoz, hogy igazi ünnep legyen? Nem nagy dolgokra kell gondolni. Mitől lesz ünnep egy nap? Hogy például finomat eszünk. Hogy finomat eszünk például. Feldobja a napot, és nem olyan, mint a többi. Mi kell még? Kell hozzá ajándék is. Ja, ajándék is kell hozzá. Oké, mi még? Boldogság. Nagyon jó. Valami díszítés? Talán? Lehet. Valami különleges? Lehet. Vagy az, hogy nem kell iskolába járni? Igen. Olyan, az is jó. Hát ezért mondta az itteni. Nem kell itt semmi különleges dologra gondolni. Hát sok mindenből összeáll az ünnep. Hát ha megnézzük a Bibliában, hogy Isten hogy mondja, hogy ünnepeljük az ünnepeket, akkor igazából ezeket a dolgokat találjuk. Az első az, hogy legyen ez egy szabad nap, tehát nem munkanap. Hát az jó, hogy ezt most nem nekünk kell kitalálnunk, hogy szabad nap legyen, ez központilag rendezve van, hogy a karácsony például mindig szabad nap. Meg más keresztény ünnepek is mindig szabad napok. Nem magától értetődő, ugye valaki meghozta ezt a törvényt. Más országokban van róla nagy vita, hogy melyik nap legyen a hivatalos szabadnap. Milyen ünnepek legyenek szabadnapok? Mert ha nincs szabadnapok, nem ünnep. Értitek? Hát ha valaki nem a keresztény ünnepeket tartja, akkor neki ez a nap nem mond semmit. Akkor neki inkább munkanap legyen, és akkor máskor legyen neki szabadnap, amikor neki van ünnepe. Na, tehát itt Magyarországon ebből nincs baj. A karácsony biztos, hogy szabadnap. Sőt, nem csak a karácsony, téli szünetet kaptatok, gyerekek, igaz? Hogy lehetsen egy kicsit készülni, egy kicsit pihenni is. Jó, oké. Akkor finom étel, beszéltünk róla. Együtt legyen a család, valami finomat eszünk. Ez a Bibliában is benne van, minden ünnephez tartozik a Bibliában az, hogy a család ne csak szabad nap legyen, hanem legyenek együtt, valami finomat, egyenek, igyanak, és örvendezzenek. Tehát valami jó dolog legyen. A gyerekek játszhatnak valamit, lehet, hogy kapnak egy ajándékot, amivel lehet játszani. Még nagyobb dolog, hogy szegény emberekre is gondolni. Olyanoknak is valamit adni, akik maguktól nem tudnak ilyen szép együttlétet létrehozni. Rájuk is gondolunk. Ez benne van, amikor Isten az Ószövetségben azt mondja, hogy hogyan legyen az ünnepek, az is benne van. Na, mi van még benne? Általában valami áldozatot kell ebben mutatni. A nagy ünnepeken föl kellett menni Jeruzsálembe. Ugye, város volt, ott volt az az egy darab templom, ahol abban az időben szabad volt áldozatokat bemutatni Istennek, tehát nagyon sokan voltak. És akkor látták, hogy az milyen szép, meg milyen nagy, és látták, hogy tényleg bemutatják minden nap az áldozatokat, tehát együtt ott voltak mindazok az emberek, akik Istenbe hisznek, mint hogy most is Isten tisztelettel vagyunk együtt. És még valami kellett. Hát ez most eddig még kimarad. Hát arra kell emlékezni, hogy mit is ünnepelünk. Ugye? Tehát, hát, ha együtt vagyunk, meg ajándékokat adunk, meg együtt eszünk, meg szabadnap, meg olyan, mind nagyon szép és jó, csak akkor egy dolgot nem tudunk, hogy ez most minek az ünnepe. Hát ezért a Biblia azt mondja, hogy mindig emlékezni kell arra, hogy most éppen minek az ünnepe van. Csak a Bibliában azt nagyon érdekesen csinálják mindig. Azt mondja, hogy nem csak valami okosat kell mondani arról, hogy régebben mi történt,
Ha most egy emlékezésre legyünk, sokszor csak ez történik. De a Bibliában, amikor arra kellett emlékezni, vagy arra kellett gondolni, hogy 40 évig a pusztába jártak, és ilyen egyszerű sátrokban laktak, akkor azokban a napokban sátrakat kellett építeni mindenkinek. Most is csinálják. Ugyan, valaki panelben lakik, de sátorban kell lakni. Hát ezt hogy kell csinálni? Hát kimegyek az erkélyre, ott építek egy sátrat, lehet készen sátrat is venni a Tesco-ba, és akkor, de ott kell lakni. Mert akkor tudom valóban felfogni, hogy miről van szó. Ugye, ha a fűtött panelben lakom, és minden van, és csak arra gondolok, hogy milyen lehet, hát amikor valaki sátorban lakott, akkor gőzöm nincs, fogalmam nincs, hogy ez micsoda. Ezért Isten mondta, hogy ha arra emlékeztek, akkor sátrat kell építeni, és abba kell lakni. És teljesen mindegy, hogy valaki szegény vagy gazdag. Ha valaki csak panelben lakik, akkor az erkébe. Ha valaki nagy villával lakik, és van neki óriási nagy kertje, akkor neki ki kell menni a kertjébe, és ő is sátorba fog lakni. Nincs különbség a szegény és a gazdag között. Így kell ezt csinálni. A Bibliában az emlékezés az mindig az, hogy próbálom magamat beleképzelni abba a helyzetbe. Tehát átélem újra, hogy milyen volt ez. És csak utána kezdek róla beszélni. Ezt akartam mondani, mert ugye mindjárt a karácsonyi történetet fogom felolvasni. Most ez úgy kell hallgatni, mintha én ott lennék. Ez az igazi emlékezés a Biblia szerint. Próbálom ezt elképzelni, nem csak hallgatni, próbálom elképzelni, magam előtt látni ezeket a dolgokat, hogy mi történt ott. És utána megnézzünk egy-két dolgot. Igazából csak egy dolgot. Ugye, mert ha tényleg benne vagyok, akkor nem csak gondolok rá, hogy régebben mi történt, hanem valahol átélem. És ha átélem, akkor már jön az öröm, mert én tudom, hogy miről van szó, még beszélgettünk egy kicsit róla, hogy mi volt az értelme, és akkor még jobban értem, és akkor még jobban örülök neki. Na, így kell emlékezni. Tehát, Lukács evangéliumából a második fejezet első 20 versében ott van a karácsonyi történet, próbáljuk elképzelni. Történt azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki. Írják össze az egész birodalmat. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Quirinius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek. Mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte első szülött fiát, bepójálta, és a jászóba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik. Körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma néktek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyi seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet
és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek. És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívébe forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsérítve és magasztalva Istent, mind azért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik. Ez történt a karácsony éjszakáján. Érdekes, hogy az, hogy karácsony, az nincs benne a történetben. Csak később lett az a neve, hogy karácsony. Igazából nem is magyar szó, csak eredetileg egy latin szó volt. Az eredeti neve az, hogy karnáció. Ez egy latin szó, ez azt jelenti, hogy testélet. Az Úr Jézus, hogy ez mit jelent, arról egy kicsit később. De a karnációból lett nekünk a karácsony. Ugye ezért így a furcsa szó. Nem is hasonlít más magyar szavakra, mert eredetileg nem magyar volt. Tehát az a szó nincs benne, de erre az eseményekre emlékezzünk karácsonykor. Ugye egy másik dolog nincs benne, az is érdekes, hogy az Úr Jézus neve sincs benne. Erről beszéltünk szerintem tavaly. Ugye az angyalok elmondják, hogy megszületett az üdvözítő, a mentő, csak nem mondták a nevét. Mert abban az időben csak a 8. napon szokták megadni a gyereknek a nevét. Tehát az angyalok nem árulták el, hogy mi lesz a neve. Még egy hetet kellett rávárni, és utána majd hivatalosan megadják a nevet a gyereknek, amikor körülmetélik. De ami nekem feltűnt, amikor most újra olvastam, és olvastam, és olvastam ezt a történetet, az az, hogy itt mindenki utazik. Mindenki megy az egyik helyről a másikra. Volt, aki kis utat tett meg, volt, aki nagyon hosszú utat tett meg. A legrövidebb utat kik tették le? Kik voltak a legközelebb? Azok, aki azokban a városban laktak. Ja, igen, akik a városban laktak, ők voltak a legközelebb, és tudtak ők erről valamit? Nekik jelentek meg az angyalok? Nem. Ők voltak nagyon közel, csak nem tudtak arról, hogy ott mi történt. Tehát a történetben kik? Azok, akik csak kevesebbet utaztak időbe és térbe. Fiúk, gondolkodunk. Sok mindenki utazik a történetben. De ki az, aki a legkevesebbet? József. Hát ugye József, ha végig gondoljuk a történet, az egyik városból a másikba utazott. Hát az azért nem volt kevés. Hát az olyan, mintha Budapestről ide jönne ez a József, vagy a felesége, vagy a jegyes a feleségével, Máriával együtt, tehát ez egy elég hosszú út. De volt, aki ebben a történetben csak rövidebb utat tett meg. Én mondom, hogy kik. Hát a pásztorok. Az egész történetben ők gyalogoltak a legkevesebbet. Csak nem volt olyan egyszerűen. Mert mikor volt ez? Hát nem fényes nappal. Van éjszaka? Hát ott voltak valahol, a mezőn, a szabad ég alatt, megjelennek az angyalok, paf, világossággal, azt mondjuk, hogy megszületett az, akit vártok, akit várunk, akit mindenki vár. A Krisztus. Menjetek oda. És azt is mondták, hogy hogyan lehet ezt a gyereket felismerni. Mert ugye lehet, hogy több gyerek is született azon az éjszakán. De azt a gyereket, akit keresnek, az miről lehet felismerni? Elárulták az angyalok. Honnan tudták, hogy melyik gyerek lesz az, akit keresnek? Hogy jászolba fekszik. Hogy jászol? Mi az a jászol? Az egy az állatoknak az etetője. Hát ugye, hát ez egy az állatoknak, a juhoknak az etetője. Hát ugye, lehet, hogyha három gyerek született volna azon az éjszakán, akkor általában nem a gyerekek etetőjébe teszik,
hanem valami kis ágyba. Vagy ugye anyu magához veszi az ágyba. Hát az a normális. De azt mondják az angyalok, hogy azt az egy gyereket, azt arról lehet felismerni, hogy nem egy ágyba van egyáltalán, hanem nagyon furcsa helyen van. Ezek az emberek, ugye, jöttek egy másik városból. Na, azt mondta a császár, nagyon messze, ő ugye a királyoknak a királya volt abban az időben, ő azt akarja tudni, hogy pontosan minden országban hányan laknak, és minden városban hányan laknak, mert az adó szempontjából ez fontos volt, hogy ő pontosan tudja, hogy mennyi pénzre számíthat. Ezért mindenki oda ment ahhoz a városhoz, ahonnan eredetileg származott. Most az óvodában is kérdeztük, hogy hát ha csak ahhoz a városhoz kellene költöznem, ahol a nagypapám született. Hát, akkor is nagyon sok utazás lenne itt Magyarországon is, ha végig gondolni, hogy az édesapámnak az édesapja hol született meg, és oda kéne menni. Hát akkor ugye van, aki ott hagyja a házát Bonyhádon, és jön ide Lengyelbe. Van, aki itt Lengyelen itt hagyja a házát, és megy Bonyhádra. Vagy lehet, hogy egy másik országba is kell menni, ha azt mondják, hogy oda kéne menni. Tehát voltak üres házak is Betlehemben, onnan elmentek az emberek. Mások meg ugye szálláson voltak, tehát ott nagyon sokan voltak, ugye nem engedek be csak úgy egy idegen embert a házomba. Tehát a szálláson is nagyon sokan voltak, és akkor Máriának szülnie kellett. Hát nem lehet ott a szálláson a sok ember között, már bocsánat, ő nem fog menni. Keresnek ők olyan helyet, ahol egyedül lehetnek. És akkor igazából egy üres helyet találtak. Lehet, hogy egy kicsit a városon kívül, lehet, hogy egy barlang, nem tudjuk, nincs leírva, annyit tudunk, hogy ez ott volt, ahol a nyájak szoktak lenni. És akkor a gyerekem mit lehet csinálni? Megszületik, hát kell neki egy hely. Hát akkor az etetőbe rakják. Ott jó helyen van. No, ja. És akkor szóltak az angyalok a pásztoroknak, na úgy lehet tudni, hogy ki lesz a király. Hogy milyen gyerekből lesz az a férfi, aki majd megszabadítja az embert a gonoszságtól. Nem palotába van, nem valami nagy vilába van, hanem egy etetőbe fekszik. Elmentek az angyalok, marad a holt fényes éjszaka, mert talán nem volt olyan egyszerű, hát ha tele holt volt, akkor nem olyan nagyon bonyolult, de hát ők mentek a legkisebb utat, és megtalálták a gyereket. Jaj, de jó! És akkor éppen mondtam, hogy ugye akkor József és Mária akkor ahhoz képest sokkal hosszabb utat tettek le. Ott ugye az egyik városból a másikba mentek, mondtam, mintha Budapestről kellene ide jönni. És akkor ugye még nem volt se vonat, se busz. Hát ők valószínűleg se autó. Tehát lehet, hogy szekérrel jöttek, lehet, hogy Szamáráton, lehet, hogy gyalog, nem tudjuk. De az azért nem volt rövid út. De az az érdekes, hogy van a történetben valaki, aki még annál hosszabb utat is tett le. A leghosszabb utat ebben a történetben érdekes módon az Úr Jézus tette le. Milyen nem mondom, hogy miért, és mire gondolok. Miért olyan nagy dolog, hogy megszületett az Úr Jézus? Miért nevezték az ünnepet úgy, hogy karácsony, karnáció, testetöltés. Hát azért, mert Isten az emberekkel akar lenni. Ezt te talán emlékszik rá, mert a hittanórákon beszéltünk róla, amikor Isten, de talán a fiúk is, amikor Isten megteremtette a világot, akkor a hatodik napon teremtett egy szép kertet, abba beletette az embert, akit a saját képmására teremtett. Férfivá és nővé teremtette Isten őket. Megáldotta őket, és azt mondta, hogy nekik kell gondoskodniuk a teremtett világról. Tehát, és amikor tovább olvasunk, akkor rájövünk arra, hogy Isten minden este
beszélgetett ezekkel az emberekkel. Isten az emberekkel tartotta a kapcsolatot. Nem volt távol, hogy hogyan volt, pontosan nem tudjuk, de minden este Isten valahogy járt ebben a kertbe. Isten közel volt az emberekhez, és tehát az emberek is közel voltak Istenhez. Akkor minden jó volt. És akkor beszéltünk a bűnbeesés történetéről, amikor a kígyó sugallatára az emberek valamit tettek, amiről Isten azt mondja, hogy nem szabad. És azt is mondta, hogy ebből baj lesz. Akkor elkezdődik a halál. És a halál ugye, ez az eltávolodás. Az eltávolodás Istentől elsősorban. Isten kiűzte az embereket az Éden kertjéből, és akkor Isten már nem volt az emberek között. És az emberek nem voltak olyan közel Istenhez. És ez nagyon sokkal hosszú ideig tartott, ez az állapot. Isten néha-néha szólt embereknek, Noénak, azt is néztük az Eszterrel, Ábrahámnak, Mózesnek, azt néztük a fiúkkal, ugye? Mózes ott van a pusztában, és egy napon mit lát? Egy bokort, ami ilyen bűnlet. Hát ezt a fiúknak kellene mondani, mert a fiúkkal olvastuk ezt. Lát egy csipkebokor, ami ég, de... De nem ég el. Ez nagyon furcsa, hogy van olyan, hogy a pusztában ég egy bokor, az semmi különös, de úgy, hogy ég, meg ég, és nem ég el, az meg fura. Ezért oda megy Mózes megnézni, hogy mi ez. És akkor Isten szól a bokorból, hogy vedd le a sarudat a lábadról, mert a föld, ahol állsz, ez szent hely. És utána beszél Isten Mózes. Megjelenik, aztán Isten el is tűnik. Aztán később újra megjelenik, amikor kivonulnak, emlékeztek, fiúk, hogy Isten hogyan vonult Izrael népe előtt? Milyen, hogy látták őt, amikor a pusztában? Ugye, nappal felhőoszlopban, éjszaka tűzoszlopban. Akkor lehetett látni, hogy velünk van az Isten, mindig előttük járt. Azt mutatom, most hova kell menni. Aztán megkötötték a szövetséget a Sínai hegynél, aztán még 40 éven keresztül a pusztában voltak, de amikor már újra, amikor az ígéret földjén vannak, akkor Isten azt mondja, hogy akkor szabad nekem házat építeni. Mi az volt Jeruzsálemben a templom, Istenek a háza, Istenek a palotája. És onnan lehetett tudni, hogy Isten ott van az ő népével. Oda lehet menni, ott lakik, úgymond az Isten. Az az a hely, ahol Istennel lehet találkozni. És amíg áll a templom, addig biztosak lehetünk benne, hogy velünk az Isten. Aztán annyira engedetlenek voltak az emberek, hogy volt olyan időszak, amikor nem is volt templom. Az ellenségek lerombolták a templomot. Onnan lehetett tudni, hogy Isten most nincs azokkal az emberekkel. Nem azért, mert Isten nem szereti őket, hanem azért, mert ezek az emberek nem hallgattak Istenre. Ez volt a babiloni fogság. Visszajöttek a fogságból, fölépítették a templomot, megint velünk az Isten. Tehát ez még nem ugyanaz volt, mint amikor még az Éden kertjébe Istenen lehetett találkozni. Viszont Istennek az a célja, hogy nagyon közel legyenek azok az emberek, akik szeretik őt, ő hozzá. Majd a végén, amikor visszajön az Úr Jézus, tényleg ilyen lesz. De itt egy óriási nagy dolog történik. Az Úr Jézus elhagyta a mennyi dicsőséget, és emberként, kisgyerekként megszületett a Földön, hogy előkészítse azt a lehetőséget, vagy azt az utat, majd húsvétkor, hogy Isten nem csak kívül legyen, hanem Isten belülről legyen azokkal az emberekkel, akik szeretik őt. Ugye ez a Szentléleknek a munkája. Tehát itt óriási nagy dolog történik. Isten emberré lesz, olyan közel jön hozzánk, hogy meg lehet nem csak lézni, nem csak hallgatni, meg lehet fogni. Olyan közel jön az emberekhez az Isten. Ezért mondtam azt, hogy az Úr Jézus tette le a legnagyobb utat időben is, mert ugye nagyon sok évszázad telt el, mire az Úr Jézus megszületett. Már mondták, hogy jönni fog, de végre meg,
megérkezik. De igazából nem csak időben, hanem még térben is. Erről mond a Biblia egy másik helyen egy érdekes dolgot. Most gondolkodjunk egy kicsit abban, hogy ezek a pásztorok miért is mentek el gyorsan Betlehembe? Mert akarták tudni. Hát igen, mert ugye mondtak nekik valamit. Tesz egy meglepetés. Megszületett. A szabadító. Oda lehet menni, meg lehet nézni. Hát nagyon kíváncsiak voltak. Ugye ezért utazik valaki, mert kíváncsi arra, hogy mi van ott. Hova megyek. Az angyalok ígérték, hogy ott lesz egy gyerek. Egy jászol van. Hát itt még nem láttunk. Menjünk oda. És mentek. Ugyan ez az egyik lehetőség, hogy miért utaznak emberek az egyik helyről a másikra. József és Mária miért utaztak egyik helyről a másikra? Hát meg kötelező volt. Ugye? Ilyen is van, hogy nem lehet beleszólni. Azt mondják, hogy kell, akkor megyek. Kész. Nincs másik lehetőség. Vannak emberek most is, akik egy másik országba mennek. Például édesapa. Miért megy egy másik országba? Hát ott lehet dolgozni. Tehát ott van egy jó munkahely. Ugye vannak emberek, akik azért költöznek az egyik helyről a másikra, mert a másik helyen jobb lesz nekik. Jobbak a körülmények. Jobban lehet keresni, vagy nem annyira. Hát mi meg Zágrebben mentünk nyaralni, mert jól éreztük magunkat. Ugye hát azért megyek oda, mert nekem jó, ha ott vagyok. Kedvesebbek az emberek, vagy nincs olyan hideg, vagy ugye vannak emberek, akik ilyenkor decemberben a szigetre repülnek, ott nyaralnak, mert ott nem olyan hideg. Tehát általában, amikor az ember utazik, akkor ilyen dolgok vannak a háttérben. Csak egy valaki úgy utazott, hogy sokkal rosszabb helyre érkezett, mint ahonnan elindult. Ez meg az Úr Jézus volt. Így mondja a Biblia, egy másik helyen Pál apostol írja a Filippi beli gyülekezethez, hogy az Úr Jézusról, hogy ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Az Úr Jézus már megvolt, mielőtt megszületett, hát mi nem, de ő igen. Megvolt az Istennél, azt mondja, mennyi dicsőségben. Volt neki mindene. Annál jobb hely nem is létezik a világon. A világon nem, de a mennyben. És a világon kívül se. És a mennyben se. Ugye az volt az a legszebb hely, ahol ő van ott. Semmi gonosz, semmi rossz, nincs ellenség. Minden rendben van ott. Csak az emberek ugye nem ilyen körülmények között élnek. És az Úr Jézus fogta magát, és elment. Azt mondja, hogy Biblia itt, hogy megüresítette önmagát. Tehát magyarul mindenről lemondott, ami neki megvolt. Minden jó, minden dicsőség, minden tökéletesség, azt mondja, ezt ott hagyom, és eljövök a világra. Emberré lett az Isten. Megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, ugye azt írja. Ő, aki a királyok királyának a királya, még a császárnak is ő a királya, az ura, ő mindent hátrahagy, és ő lesz olyan gyerek, aki a legrosszabb körülmények között megszületik, akinek nincs is saját kiságya, hanem az állatoktól kap kölcsönt egy helyet. Hogy amivel az állatok szoktak enni, ez neki a fekhelye. Na, annyira megalázta magát az Úr Jézus. Ezért mondtam én azt, hogy az Úr Jézus tette le a legnagyobb utat. Időben már a bűnbeesés után meg volt ígérve, hogy eljön, nagyon sok ideig tartott, mire valóban megjött az Úr Jézus. De aztán úgy is, hogy az Úr Jézus a mennyi dicsőséget otthagyta,
nem vitt el onnan semmit magával, ami a sajátja volt, és egyszerű emberként született meg a legegyszerűbb körülmények között. Azért, hogy Isten közel legyen az emberekhez. Az Ószövetségben ez az egyik neve a Mesiásnak. Immanuel. Isten velünk. Ez a különleges dolog, ami karácsonykor történt. Isten olyan közel jött hozzánk, hogy olyan lett, mint mi. Kivéve a bűnt. És azért lett ember, hogy emberként legyőzhesse a bűnt és a halált, és áldozatként meghalhasson helyettünk. Tehát ugye ez csak a húsvétnak a története. És ez meg azért történt, hogy az emberek visszatérhessenek Istenhez, és Isten olyan közel lehessen hozzájuk, hogy belülről vezérli, irányítja őket. De ez a pünkösnek a története. És ez meg azért történt, hogy amikor az Úr Jézus visszajön ítélni élőket és holtakat, hogy legyenek olyan emberek, akiknek ő azt mondhatja, hogy gyertek az új földre, az Isten országába. Amikor mind újra az lesz, ahol elkezdődött a történet, csak sokkal nagyobb értelemben. Amikor Isten és ember újra együtt lesz, olyan világon, ahol már nem lesz többé halál, és bűn, és gonosz, mert ezek le vannak győzve, és nem jönnek vissza. No, ezért ilyen nagy ünnep a karácsony. Akkor mit csináljunk? Hát a legfontosabbat most csináltuk, de lehet holnap még egyszer, Szenteste, vagy karácsony első napján, hogy még egyszer elővenni ezt a történetet, és még egyszer úgy olvasni, vagy hallgatni, vagy nézni a tévében, hogy hogy is volt ez. Mint ha ott lettem volna. Egy kicsit gondolkodni azon, hogy milyen is volt. És aztán úgy ünnepelünk, hogy nem kell iskolába menni, nem kell dolgozni, hanem együtt vagyunk a családdal, eszünk, iszunk, talán még egy kis ajándékot is adunk, vagy az az ajándék, hogy együtt játszunk valamit. Nem tudom. Az is ajándék. Ugye az is nagy ajándék, hogy együtt unózunk, hogy tegnap. Ja, Eszter is készült egy ajándékkal. Ugye, készülhetek egy rajzzal, vagy rajzolok valamit apunak, anyjúnak, az lesz a nagy meglepi. Na, így lehet együtt ünnepelni. Ha ebből valami hiányzik, akkor az nem az igazi ünnep. De ha ezek a dolgok együtt vannak, szabadnap együtt vagyunk, beleéljük magunkat abba, amit ünnepelünk, együtt eszünk, iszunk, jót teszünk egymásnak, és talán még van hely a szívünkbe azoknak az embereknek, akik nem tudnak úgy ünnepelni, mint mi, és ezért próbálunk nekik segíteni, hogy ők is tudjanak ünnepelni, akkor lesz igazi ünnep. Na, ilyen áldott karácsonyi ünnepet kívánok mindenkinek. Amen.